Szép napot, jó főzést és jó tanulást kívánunk! Egy tök egyszerű cukorborsó vagy zöldborsó leves fogunk elkészíteni, viszont ami a pikantériáját majd adja, az egy parmezános galuska. Voltak éppen a cukorborsó vagy a zöldborsó leves elkészítését, azt már kisújból kirázzuk, de arra vagyok kíváncsi, hogy ez a parmezános galuska, ez a nokedli, parmezános nokedli, ez hogyan fog kinézni. Hát itt van minden alapanyag hozzá, zöldborsó, liszt, tejföl, tojás, itt a parmezán, erről egyébként nagy vitám volt az Ózzal, de meggyőzött, hogy azért kell ilyen, mert majd elmondja, só, vaj, ott vannak a zöldségek, és itt van az a kis fazék, amiben a levest el fogod készíteni. Meg kell nekünk majd egy olyan kis másik tál, ahol ebben a galuskát össze fogod majd kotyvasztani. Nos, Zoltán, ugorj neki, várd fel a hagymát, tedd bele az olajat, tudod, ez már becsukott szemmel is megy, hát ez a 873. levesünk, amit elkészítünk. Tényleg, álmomba fölébresztve, télen, nyáron, útkereszteződésben, horrorfilm nézése közben mindig tudunk leves készíteni. Ez komoly. És mindig így kezdődik minden leves készítés. Megfogsz egy félhagymát, és a Judit, aki hátul segít nekünk a konyhába, éppen ma mondta, hogy Zoltán csak gyártja nekem a félhagymákat. A 80. félhagymát küldted neki vissza. Ő mindig idehoz egy egész hagymát, te mindig félbevágod, és csak a felét rakod fel, Zoltán. Ez egy félhagyma. Azt adta ide? Hát nézd, akkor oda. Megfogadta a tanácsomat, mondtam, adja neki egy félhagymát, nem veszi észre. Abba kell valamit tenni? Ó, már benne van. Benne van a vaj. Vajjal készítünk? Vaj. Vaj, vaj. A vajas cukorborsó leves? Vajas cukorborsó leves. Mert lehetne olajos cukorborsó leves is, és akkor olajat tennénk bele. Mihez? Mit történt? Csak dolgozz, te csak járkálj. Te csak dolgozz, én majd mindent csinálok úgy, hogy neked flottul menjen. És semmi más feladatod nincsen, mint hogy egy jó zöldborsó levest készítsél. Úgy, hogy fölvágod a sárgarépát. Mondjuk jó késsel könnyű dolgod van. Hagymát nem pirítjuk, csak üvegesítjük. A karotin kioldódik szépen a sárgarépából. Hogy félbevág csak, ne kockázz föl. Ez amit te nem szeretsz. Ne, megeszem én, de így dob bele, arra kérlek, te. Így, nem, pontosan. Nem szeretette ezt. Pontosan. Tudom, én ismerlek téged. Meg például én nem szeretem például azt, hogy a sárgarépa így föl van kockázva. Egy sárgarépa legyen vagy fölkarikázva, vagy hosszába, vagy darabba belerakva. Igen, csak most ezt tudod, hogy hol zavartál ebbe az egész dologba vele. Itt hajkurászom. Csak igen? Tudod, hol zavartál az egész dologba bele. Hm? Hogy hol cseszted el ezt az egészet most? Igen. Két dologgal. Egyszer a kritika a kis répa. Igen. Másik a nagy répa. Mert hogy ez a leves normál körülmények között, ez 20 perc alatt megvan. És utána lehet menni tévét nézni, ha vagy sétálni. De most csak 15-öt vesz, most még... Nem, mert ezt a két marha nagy, ezt a két marha nagy vazirépát beleraktuk. Nem fog megfőni? Hát ez úgy nem fog megfőni, hogy csak na. De a meccs kezdődik mindjárt. Hát ez az. Negyed óra múlva. Hát itt üt meg a buta. Vegyük ki. Na most már nem veszem ki, most már ez így marad, majd te kapod ezt a... De megeszem én úgy is. Még szerencsé, hogy a zöld borsó, az fagyasztott. Finom. Na. Jó. Tudod, ezzel már majdnem kész vagyunk. Ügyesen, mehet bele a víz. Azaz. Még nem tettél bele sót, szeretném felhívni a figyelmedet. Ezt hagyjuk, hogy lecsöpögjön. Jön a borsó. Addig el tudod ezt indítani, hogy ezt dolgozzom? Ez már dolgozik. Jó, de úgy jobban. Hát nézd meg. Ha minden? Fölnyomtad? Az egész turbo fokozat be van nyomva. De hát most úgy ismered ezt, belepakolsz minden szépen. Gazdagom. És addigra csak az a baj, mindig lehűlt. Most ez egy fagyasztott zöldborsó volt, bár fölengedett állapotban van, de mégiscsak le fogja hűteni. Ez azt tegyél bele rendesen. Megeszed. Elég. Só. Só. A só.
Bors nem megy bele? Egy. Ehhez nem kell. Egy nekem, és egy még egy kicsi neked, meg még egy kicsi neked. Szerintem ez elég. Oké. Ha vízre volna még szükségünk egy kicsikét. Azt hagyjad itt most csak, ha dolgozon, addig elkészíted a parmezános galuskát. Jó. A parmezános galuska története az... Úgy van. Mi is volt a gondunk a parmezánnal? A parmezán, jó. Ugyanis én azt mondtam Zoltánnak, hogy van nekünk rút parmezánunk, azt reszeljük le, és abból készítsünk galuskát. Ezzel szemben te azt mondod, hogy? Hogy az nem jó. Mert, hogyha lereszeled ezt a puha parmezánt, amit különböző olasz jellegű ételekre, tésztákra ráteszel, akkor abból ilyen nudlik lesznek, mert hogy olyanok, amire szelünk. Ehhez egy másfajta parmezán kell, hogy ilyet tudjak csinálni, egy jó száraznak kell lenni, és olyannak kell lenni a reszelőnek, mint a cápabőrnek, vagy mint egy smirglinek, lukakkal rajta. És akkor ilyen porszerű lesz, és miután ezt én liszttel szeretném összekeverni, sokkal jobban tud kötődni ez a parmezán por a liszthez, hogyha ez ilyen por alakú. Ja, elhiszem én neked. De nem kell, hogy értsek veled, de elfogadom. Ez egy tojás. Banki vagy tyúk tojása. Direkt ilyen kicsire lett tartva. Hát, kis fazék, kis tojás. Kis fazék, kis viszont tojás. Nagyon szép a sárgája. Gyönyörű. Hát ez egyszerűen sárga. Uh-huh. És a fehérjéje. Jó. Megy bele a sóval csinyán, mert hogy a parmezán az sós. Jön nekem egy kanál, amivel ezt kikeverem. Gondolod? Igen. Belejön az egész parmezán. Annyira nem sós. És belerakunk körülbelül ugyanannyi lisztet. Aha, és hogyha kell lágyítani, akkor pedig még teszem bele majd vizet. Hát igen. De ezt én inkább ilyen keményre akarom. De ez nagyon jó ötlet, ez a kis parmezán sárttal megbolondított galuska. Én egyébként nagyon szeretem a galuskát a levesbe. Ja. Szeretem a nagy galuskákat, amikor olyan emberesül, úgy kiveszem. Simanok edlit is, bármit. Ezt a fajta galuskát, ezt bele lehet főzni másfajta levesekbe is, például minestrone, vagy egyszerű paradicsomleves. Ilyen állagúra gondoltál? Nem. Nem, abszolút nem. De... Ha a tojás nagyobb lenne, akkor nem kellene vizet hozzátenni, de ennek mégiscsak ilyen keményebb legyen, tehát ne olyan, mint amikor a pörkölthöz csináljuk a galuskát. Én például nem tettem volna már bele vizet. De... Pont olyan keménységű volt, amivel bele lehet szaggatni, és akkor olyan kis kemény. Jó néz ki. Kár, hogy csak ennyit csináltál. Ez meg fog dagadni. Mikor? A holnap reggelre? Nem. Vagy a hasamban? Ezzel majd a levesbe. Meglátod, hogy ez milyen nagy lesz. Meg kell várnunk, hogy forjon? Meg. Meg ez az utolsó, amit hozzáteszünk, és ezzel utána már nem kell soká dolgoznunk. Úgyhogy a répának meg kell puhulnia. Teszek a kis sárgarépáknak, ami az én kis sárgarépáimnak, ami hamar megpuhul, a te nagy fehér répád nem fog megpuhulni. Kell most körülbelül 10-15 perc szünet, hogy megpuhuljon az én kis répám, jó? Hogy a te kis répád megpuhuljon? Igen, tessék. És akkor utána beleszaggatjuk ezt a galuskát. Jól van, megvárjuk, amíg a te kis répád megpuhul. Jól van, azt mindenképpen megvárjuk, itt fogunk állni, és így nézni fogjuk a te kis répád puhulását. Negyed óra? Negyed óra. Negyed óra múlva úgy megpuhul a répája, hogy akkor jövünk vissza és folytatjuk.